Sziasztok, ez itt a 20 perc együtt újabb adása, én Trinyik Flóra vagyok. Ebben a fél évben pedig a HIA-val közös projektünk keretén belül külföldi szakokat mutatunk be nektek. A mai alkalommal Szecsei Tomi lesz velünk, aki egy holland egyetemről fog nektek mesélni. Szia Tomi, üdvözlünk a műsorban! Szia Flóra, én is üdvözlök minden nézőt, főként azokat, akik külföldön szeretnének tanulni. Kezdjünk is bele! Mesélj egy picit arról, hogy melyik egyetemre jársz és milyen szakra. Itt a beszélgetés megelőzően azért már kiderült, hogy ez egy érdekes szak lesz. És azt, hogy mit kell tudni erről a szakról, mik a különlegességei? Igen, mint ahogy a pólom is mutatja, tehát a University of Twente-ről jövök, Enschedéből, egy Szeged nagyságú 150 ezres városkából, nagyon zöld városkából, és itt ipari mérnök és menedzsmentet tanulok, amit otthonra fordítva talán a műszaki menedzsmenthez van legközelebb. Nem tudom, hogy ki ismeri, ki nem. Nem annyira elterjedt viszont, főleg egy ilyen országban, ahol mindenki próbálja magából a legtöbbet és a legjobbat kihozni, egyre fontosabb. Tehát aki például annak ajánlanám, aki szereti a matekot, viszont nem szeret megragadni az absztrakt oldalán, hanem szeretné továbbvinni, és tegyük fel olyan organizációkban, esetleg gyárakban, esetleg folyamatokban hasznosítani, ahol úgy tud hozzá értéket adni, hogy azokat a már meglévő folyamatokat teszi jobbá. Tehát nekem is elég nehéz volt egyébként az elején megragadni, hogy oké, mit is takar magában. Mert egy nagyon átfogó szakról van szó, és egy kicsit mindenből tanul az ember. Tehát főleg én magam olyan vagyok, aki szeret sok mindent tudni, és nehezen köti le úgy egy valami az érdeklődésem. Ezért is van az, hogy például nagyon sok mindent csinálok még az egyetem mellett. Mondhatjuk, hogy egy picit egy ilyen innovatív, kreatív gondolkodásra serkentő ez az egész szak? Egyértelműen. Tehát olyan filozófiát tanulunk például, tehát ez a design thinking filozófia, hogy minél inkább, minél több dolgot hoz ki magadból, minél többet próbálkozzál, egyből gyakorlatiasan testközeli példákat, és minél többet hibázzunk igazából, amit azért nem is tudom, így az otthoni oktatás valamennyire nekem kimaradt, tehát mégiscsak Szerbiából jövök, Vajdaságból, és az ottani oktatást ismertem meg jobban, de ott viszont nagyon, nagyon elméleti közeli volt, mint sok más középiskolában is sajnos, és ez egy teljesen más látszéget mutat. De ugye aztán később bele tudunk menni, hogy ez hogy is épül fel, meg hogy néz ki tovább, nagyon szívesen beszélek arról is. Mennyire volt neked nehéz az átmenet? Ugye említetted, hogy Szerbiában, hasonlóan egyébként Magyarországhoz, inkább elméleti fókuszú a középiskola, illetve hát az egyetem is sok esetben. Mennyire nehéz átfordítani a gondolkodást arra, vagy hát neked személy szerint mennyire volt nehéz arra, hogy tényleg egy ilyen kreatív folyamat, egy önálló folyamat legyen, és gyakorlati fókusz legyen a tanulmányaidban? Talán az önállóság, az volt a legnehezebb, viszont szerencsémre szólva az utolsó két évemet középiskolában egy nemzetközi programon belül végeztem már el, az International Baccalaureate néven diplomaprogram alapján, ami ugyanúgy Magyarországon is jelen van. Ez egy sokkal, sokkal centralizáltabb, és a fókusz is sokkal inkább egy egyes tantárgyakra épül fel, tehát azt hiszem összesen 6 tantárgyam volt, angolul, tehát már egy nagyon jó felkészítés, egy nagyon jó alapot adott arra, hogy körülbelül mit várhattok el egy külföldön való oktatástól, de még így is mély víz volt. Tehát szokták azt mondani, hogy talán én is így azt tudnám az egészből kivenni, hogy bekerülni lehet, hogy egyszerű, viszont bennmaradni egy ilyen, főleg egy mérnöki egyetemen, így nem gondoltam volna, hogy ennyire komoly munkával jár, viszont azóta egy percig se bántam meg. Itt beszélgettünk arról korábban, hogy ugye a magyar oktatási rendszer. Nagyon sokan a Vajdaságból fogják magukat, és akkor vagy átjönnek a határon, akár nekem is vannak olyan ismerőseim, akik Szerbiában folytatták a tanulmányaikat.
neked miért volt, vagy jelentkeztél a Magyar Egyetemre egyáltalán, és miért volt vonzóbb az, hogy külföldre menj, mint hogy Magyar Egyetemen végezz? Már a családomban is sokan, ugye, mint ahogy mondtad, mások barátaid és fajdaságból Magyarországra mennek át. A fordítottjáról még nem sokat hallottam őszintén, de jó tudni, hogy van ilyen. Van jó ilyen. Tudni, hogy van ilyen. Közából néztem én a műszaki menedzsmentet Magyarországon is, viszont mivel hogy angolul nem különösebben volt jelen, és mégiscsak valamennyire úgy az előző tapasztalatból, vagy mások tapasztalatán keresztül arra következtettem, hogy mégiscsak egy sokkal elméletisebb, és nem feltétlenül, főleg az utolsó két év után azt éreztem, hogy nem biztos, hogy arra felé akarok menni. Vagy mindenféleképp úgy voltam, hogy angolul szeretnék tanulni. Most Magyarországon lehet angolul tanulni, és ez szuper, viszont a környezeted még mindig arra serkent, hogy az anyanyelven nem beszélj. És ez valakinek nagyon egyszerű és komfortosabb, én viszont mindig próbáltam a komfortomon kívül élni. Tehát... És miért pont Hollandia? Tehát, hogy az oké, hogy angolul beszélnek, a hollandoknál ugye elég elterjedt az angol, megértik az angolt, beszélik az angolt, de miért pont Hollandia, miért nem mondjuk Anglia? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye Anglián kívül nem sok olyan országban, ahol tényleg az angolt annyira komolyan űzik, mint Hollandiában, és ez jó, és ez kellemes meglepetés volt. Ugye Anglia az elmúlt időben Brexit, stb. Kicsit komplikáltá tette a diákok életét, mint ahogy az a számokon is látszódik, hogy mennyire csökkennek. Ennek ellenére nem egy olyan barátom van, aki Angliába tanul, és szerintem a szuper. Talán valamennyivel elméletibb, mint az, amit én itt mérnökösen tanulok. Tehát így a különbségeket én is felfedezem a kettő oktatási rendszer között. A holland rendszer még mindig jobban tetszik, de hát szerintem ez egy kicsit biased a részemről. Tehát, na meg persze az is, hogy a szak. Tehát azért nem annyira elterjedt ez az ipari mérnök és menedzsment. Még egy pár országban néztem, talán inkább mint management engineering így van elterjedve még. Angliában majdnem ott csak managementként van jelen. Tehát a hollandok azok, akik annyira... A hollandok meg esetleg a németek emelkednek ki ugye nagyon a mérnöki szakokban. Tehát mindenféle kép ez volt így a prioritás, hogy így mondjam. Ipari mérnök és menedzsment. Mi az, ami ebből karriertervként kijöhet? Tehát, hogy ezért nekem például laikusként ez egy abszolút egy elvont téma. Szóval mi az, amit ezzel majd tudsz csinálni? Másként, főleg a hollandok szokták egyébként úgy is hívni ezt a szakot, hogy technikai bizniszadminisztráció. Tehát ugye a business adminisztráció, mint a gazdaság és menedzsment otthon, tehát ennek a technikai része. Tehát ami jó, mert annyiban fogsz ugye többet tudni, mint egy sima gazmedes, tehát a számítógépek világában annyi betekintést kapsz, hogy egy kicsit az adatbányászás, az adattal való foglalkozás is sokkal magasabb szinten üzed, viszont ehhez szükség van egy komolyabb, egy mérnöki matek tudásra. Tehát mondjam úgy, hogy amennyit a matekkal szenved, aztán annyival többre tudod te azt hasznosítani. Tehát, hogy egy olyan rálátásod lesz a dolgokra, mint egy valós mérnöknek. Tehát, hogy nem fogsz olyan dolgokat végezni, mint egy gépészmérnök, de el tudsz vele beszélgetni, hogy hé, figyelj, tehát látom, hogy ezt a 3D-s modellt hogy csináltátok meg, hogy néz ki. Tehát az ilyen professzió, főleg ugye az iparban, nagyon szükséges, mert én is úgy vettem észre, otthon is nem egy cégbe elmentünk, és láttuk, hogy a híd, a menedzsment, és tegyük föl a gyártás vagy a mérnökök között, hát szinte, hogy nincs. Tehát nincs, aki összekösse, aki megértse a kettőt. Főleg, ha van is, akkor ugye az azért van, mert már 20-30 éve otthon valaki is dolgozik, viszont ugye mikor ők elmennek, kell hogy valaki a helyükre jöjjön, és ez nagy problémát jelent a cégeknél, hogyha nincs kit találni, mert hogy egyszerűen a diákok nem elfelé mennek. Én ezt így látom bár is. Igen, ezek valós problémák sajnos. Nemzetközi programban részt vettél ugye Szerbiában. Mennyiben segítette ez az átállást arra, hogy neked nem a saját anyanyelveden kell tanulni? Nem tudom, hogy szerbül beszélsz egyébként.
Igen, igen. És egyébként dupla kihívás volt, mert az osztályom is szerb volt. Tehát, hogy szerbül még mindig nem anyanyelvi szinten beszélek, de igyekeztem felzárkózni. Szóval, hogy mennyire volt nehéz arra átállni, hogy tehát nyilván akkor a szerbből volt már gyakorlatod arra vonatkozóan, hogy milyen az, amikor nem az anyanyelveden kell megszólalni, de mennyire volt nehéz arra átállni, hogy egy harmadik nyelv az, ami gyakorlatilag a tanulásnak az elsődleges nyelve lesz? A tanulás harmadik nyelven az nem volt egyszerű. Főleg nem például a matek, de ugye nagy szerencsémre mondom azt, hogy a nemzetközi programon belül már az anyagokat ugye angolul vettük át. Még ha a magyarázatok jó része szerbül is ment, ami mondom, nem egyszerűsítette meg a helyzetet, de viszont az, hogy az anyagot ugye angolul vettük át, a könyveket, amiket olvastuk, angolul volt, nagyon nagy segítséget adott. Tehát, hogy már csak ez a gondolkozás, hogy angolul, hogy fordítod le azt, amit te egyszer magyarul megtanultál, hogy viszed át ezt a tudást angolra. Tehát ez a nagy kihívás, és szerintem ez érdekes is tud lenni, viszont nehéz is tud lenni. Én pontosan emlékszek, hogy nekem az első fél évem ez miatt milyen nehéz volt. De onnantól viszont, ahogy te ezen átjutsz, és ahogy az agyad is egy kicsit átáll, onnantól oda tudsz figyelni arra, hogy mi az, ami tetszik benne, és teljesen pozitívra változtat. Mennyire volt nehéz beilleszkedni? Ugye egy teljesen más országban vagy, más a nyelv, nem tudom, a holland mennyire megy. Itt volt már olyan adás, amiben beszéltünk erről, hogy valaki hollandul is tanult, de hogy ezért mégiscsak más kultúra. Nem tudom, hogy mennyi nemzetközi ember van mondjuk, tehát hogy akik nem hollandként vannak a holland oktatásban, ez hogy néz ki nálatok? Mégis csak egy relatív kis városról beszélünk. Tehát azért több, talán azt tudom mondani, hogy 60, hát inkább 70%-ban, tehát az itthoniak vannak, akik tanulnak, viszont ennek ellenére is nagyon sok a külföldi, ami nagyon jó egyébként, és tényleg egy ilyen diákvárossá teszi az egész helyet. A beilleszkedés nem volt egyszerű, de ezt most arra tudom fogni, hogy gyakorlatilag a COVID közepén kerültem ki. Így is lekopogom, mert relatív gyorsan szertettem egy pár barát, akivel most nagyon közeli kapcsolatunk van, és így át tudtunk libbenni ezen az egész helyzeten, ezen az egész szituáción. De ezek mellett ugye a holland nyelv talán annyira nem jelent problémát, mert németül is tudok, tehát hogy az így a nagyon alap dolgokat sikerült átvennem, de őszintén használata nagyon ritka, tehát tényleg mindenki beszél angolul. Egyedül, hogyha nem tudom, van egy pár barátod, és próbálsz ugye hozzájuk szólni, próbálod mutatni, hogy ja, igen, amúgy próbálkozok, akkor megszólalhat, de egyébként így nem volt problémám a beilleszkedéssel. A hollandoknál van egy kis hidegség, amit szerintem így mindenkinek van egy gondolata arról, hogy úristen, ezek a németek, hollandoknak van egy hidegség, de ez is kellemesen nagyon meg tud lepni néha. Beszélgetés elején említetted, hogy rengeteg dolgot csinálsz tanórákon kívül, előadásokon kívül. Egy picit mesélj erről, hogy kell ezt elképzelni, mennyi időd van erre, és mi az, ami téged így érdekel? Hát kezdjük ott, hogy komoly időmenedzsment. Minél tudom, hogy folyamatosan erről ment a beszélgetés témája középiskolában, és hogy igen, hogy végezz jobban a teendőidet. Én ezzel kapcsolatosan annyit tudok mondani, hogy találd meg az, ami tetszik, ami előre visz, és amiben látod magad, és amiben tényleg úgy élvezed azt, amit csinálsz. Én ezt a tárgyalásban élem ki, abban élem ki, hogy egy ilyen startup accelerátor bázisnak vagyok jelenleg a vezetője, tehát ott is emberekkel ismerkedek, segítem a diákokat abban, hogy minél széleskörű tudásuk legyen arról, hogy igazából mi történik egy vállalatban, és hogy indítasz el egy vállalatot. Ezen felül pedig érdekel valamennyire a befektetésnek a világa, most épp a nyáron is majd egy befektetői cégnél fogok dolgozni, tehát próbálom magamat teljesen komforton kívül vinni, még hogyha nincs is az oktatásban benne, de úgy érzem, hogy hiányzik, akkor hogy lehetne
mindig azt keresem, hogy hogy tudnék valahogy többet rakni bele. Ezen felül meg, ha időn kiadja, bár ezt inkább azért itt van fogtam csinálni, akkor repülök. Igen, erre szerettem volna kihegyezni itt a beszélgetést, hogy elhangzott az a mondat még itt a felvezető beszélgetésünkben, hogy te pilóta vagy, és hogy te ezzel kapcsolatban voltak terveid is. Hogy néz ez ki egyébként a pilótaság? Tehát, hogy veszi rá valaki magát, hogy pilóta legyen? Hát, szerintem elég sokat gondolkodik rajta. Vagy nem? Tehát van, aki annyira elhivatott, hogy biztosra tudja, hogy ő pilóta akar lenni. És szerintem bennem is van egy olyan érzés, amit nem lehet kiölni. Tehát egy olyan féle imádat, elhivatottság, a repülés, úgy egyáltalában az aviation felé, hogy néha nem tudod, hogy mit kezd magaddal. És akkor hogy nem ebbe az irányba indult el egyébként? Hát ugye... Én januárban, tehát amikor a felvének ment a jelentkezésre, én akkor megtettem a lépéseket, és jelentkeztem Debrecenbe. Ott van jelenleg egy teljes körű 3 éves képzés, hivatásos pilóta képzés, alapképzés, és szerintem mellette Nyíregyházára is leadtam a jelentkezést ugyanerre. Debrecenben lett volna angolul, ami jó, és egyébként vannak, ismerek is olyat, aki ott tanul, tehát mindenféleképp ajánlani tudom csak. Vírus közepetáján, amikor így olyan jóslásokat mondtak, hogy ja, hát igen, majd 5 év múlva lehet, hogy visszatérünk a normális időre. Most jelenleg most olyan tikkeket olvasok, hogy hát nem tudom, itt több ezer pilóta hiányzik, ott hiányzik, mert ugye mindenkit kirúgtak. Viszont pilótának lenni nagyon jó, egy nagyon élvezetes munka, csak miután te befejezed, te nem tudsz más lenni, csak pilóta. Tehát azok a pilóták, akiket ugye a vírus után kirúgtak, nem nagyon tudtak hova nyúlni, és ez egy nagyon nagy kényelem, hogy semmi máshoz nem értesz, csak a repüléshez. Tehát igazából ezt az egész mindent úgy indítottam el, mint egy B-opció. Hogy most jött ez a helyzet, jött ez a lehetőség, hogy jó, akkor legyen egy diplomám, legyen egy olyan diplomám, amivel biztosan, hogy jövőt tudok építeni. Mert hogy nem csak a saját jövőmet, hanem úgy egyáltalában a világjövőjét, a fenntarthatóságot, ez mind felkarolja azt, amit én most jelenleg tanulok. Tehát így valahogy abban, pontosabban júniusban abban hagytam a jelentkezést, viszont ott akkor el is döntöttem, hogy jó, de van egy másik lehetőség is, tehát hogy nem ez az egyetlen út, hogy az ember pilótává váljon, hanem van egy moduláris képzés, ami ugye sokkal hosszabb, sokkal flexibilisebb. Tehát ezért volt az, hogy én júniusban Szegeden elkezdtem a képzést. A kis pilóta, úgymond PPL, tehát Private Pilot License képzést, amivel lehet, hogy még csak 45 órán van, és nem 500, mint egy hivatásos pilótának, viszont ugye, ahogy mondtam, sokkal több flexibilitást ad. És egyszer, ha tényleg nem változnak az érzelmeim ez iránt, és nagyon szeretném csinálni, és nem csak hobbiként, akkor még mindig lehetőségem van arra, hogy pilóta lássak. Sokszínű egyéniség vagy, ez mindenképpen látszik ebből a beszélgetésből. Mennyire találtad meg magadnak ezt a sokszínűséget ott kint? Tehát, hogy mennyire tudod mondjuk akár a szakban, akár pedig így a holland társadalomban ezt kamatoztatni? A sokszínűség a szakban mindenféleképp. Tehát az elmúlt pár negyed évben, mivel egyébként nekünk negyed évenként megy az oktatás, tehát 4 modulra van felosztva egy év, és szinte mindegyik modul valamilyen szinten más színűbb, ami szerintem nagyon jó, és általában ezekben a modulokban egy interdisziplináris csapattal dolgozunk, tehát behoznak, nem tudom, dizájnerokat behoznak, matematikusokat behoznak, tehát bárkit, gépészmérnököt is még néha, tehát olyan példa is volt, ami egyébként úgy bennünket, mint személyiség, nagyon-nagyon-nagyon épít. Tehát projektvezetőnek lenni egy ilyen csapatban szinte hihetetlen érzés. Az elmúlt, tehát hogy tegyük, most ugorjunk egy kicsit vissza, egy évvel ezelőtt sokkal kevesebb mindent csináltam, sokkal kevesebb volt a lehetőség is, nekem még minden új volt, tehát hogy akkor hiányzott még ez a sok színűség az életemből. Sokkal többet is jártam haza, tehát nem is éreztem a hiányát.
viszont ugye idén szeptembertől kezdve teljesen ilyen, azt tudom mondani, hogy 360-ban megváltozott az életem, és tényleg nagyon sok mindennel feltöltöttem. Egyes pillanatokban még talán sok is volt, de ugye mindenre van megoldás. És tiszta aggyal mindent át lehet gondolni, és döntéseket lehet hozni, hogyha szükség van rájuk, ugye. Úgyhogy úgy találtam meg gyakorlatilag sok színűséget, hogy kerestem. Hogy azt felé mentem, hogy mi az, amit, hogy akarom magamat elképzelni, nem tudom, egy 5 év múlva, esetleg mik azokat úgymond soft skill-ek, amikre szükségem lehet. Például így indult el az egész tárgyalási utam is, amivel múlt héten jöttünk épp vissza Athénból, mert ott volt egy ilyen nemzetközi versenyünk, tehát elhivatottság. Elhivatottság, és onnantól kezdve kinyílik minden. Itt az időnk végéhez közeledünk, úgyhogy még egy utolsó kérdésem lenne. Említetted, hogy a matek az mindenképpen fontos annak, aki oda jelentkezik hozzátok az egyetemre. Uh-huh. Mi az a legfontosabb személyiségjegy, ami még ezen kívül, hát mondjuk úgy, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki erre a szakra jó legyen? Uh-huh. Úgyhogy az előbb is említettem, és szerintem talán ez az elhivatottság, és az, hogy nem félsz a kudarctól. Mert el kell fogadni, hogy Hollandiában, ugye Hollandiában 1-10-ig mennek a jegyek. 10-est szinte, hogy senki nem kap. Tehát nem az van, hogy otthon akkor majd osztogatják az ötöseket. Tehát itt 8-astól már ugye cum laudát van, tehát akkor már a legjobb, nem tudom pontosan hány százalék közé, de hogy tényleg a legjobbak között vagy. Tehát nem kell félni a kudarctól. Sokkal erőteljesebb, egy sokkal komolyabb rendszer, ami gyakorlatilag havonta teszteltet téged. Ez vírus alatt egyébként nagyon motiváló tud lenni, tehát van pozitív oldala is, de viszont van egy ritmus, amit föl kell venned, és ez nagyon különbözik attól, amit ugye mi megszokunk otthon. Még talán középiskolában úgy-úgy, viszont ugye a magyar rendszer, a magyar egyetemeken teljesen más, hogy megy, ugye ott megvan, hogy esetleg megajánlják a jegyedet, stb. Itt van egy vizsgát, azt nem rakod le, van még egy esélyed, nem raktad le, akkor majd átviszed jövőre. Tehát, hogy ennyi. Én köszönöm szépen, Tomi, a mai beszélgetést. Mindenképpen inspiráló volt, és tényleg nagyon sok sikert ebben a sok mindenben, amit csinálsz. Reméljük, hogy a nézőink is ugyanúgy élvezték ezt a beszélgetést. A nézőinkkel találkozunk a következő adásban, Tomi, neked pedig sok sikert a továbbiakban. Köszönöm szépen, köszönöm a beszélgetést róla, és sok sikert a nézőknek is. Remélem, hogy minél előbb találkozok itt velük. Mi is reméljük. Sziasztok! Sziasztok!